sportosat. Híradónk vendége ifjabb Érdi Tibor, kétszeres Európa-bajnok rally versenyzőnk. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözlöm a nézőket, szia Dino! Tudom, tavalyi év nem sikerült jól. Tehát attól még ez a két Európa-bajnoki cím, most a harmadik helyekről nem is beszélve, ez már ott van, zsebben van, ezt már soha senki nem veheti el tőled. Igen, nagyon sokat dolgoztunk ezért az eredményért. Nagyon büszkék is vagyunk rá, az egyedüli, majdnem egyedüli Magyarországon. Rajtam kívül még a Besenyei Zoltán mondhatja, hogy kétszeres Európa-bajnok. Én azt gondolom, hogy erre mindenkinek büszkének kellene, hogy legyen. Mi vagyunk a legjobban. És hát úgy alakult az életünk, hogy idén lehet, hogy ugyanabba a kategóriába fogunk indulni, mint amivel Európa-bajnokok lettünk a RC2-be. Na, de ne szaladjunk ennyi előre. Így van. De hát így akkor muszáj előre szaladni, mert ugye tavaly ugye már RC1-be indultatok, ugye az nem úgy sikerült. Akartam is kérdezni, hogy mennyire sikerült a fájó sebeket begyógyítani. Mert tudom, akkor eléggé megfogott téged az a tavalyi év. Igen, nem úgy sikerült, mint ahogy szerettük volna. Tudtuk azt, hogy nehéz év elé vágunk, vagy nézünk. Voltak jó részeredményeink, amit sose sikerült eredményé kovácsolni. Tudtuk, hogy egy tanuló évben lesznek nehéz részek. Nehezebb volt, mint ahogy gondoltam, de ettől független szerettünk volna tovább versenyezni a RC1-ben a Skodával, de évvégén sajnos összetörtem az utolsó versenyen, ahol oly mértékű volt a sérülés, hogy jobbnak láttuk az autót eladni és venni egy ugyanilyen mondjuk régi Skodának, mert azóta kijött az Evo változata. Viszont nekünk mindenünk megvolt ehhez a régi Skodához. Tehát bármi történhetett volna az autóval, és történt is, azt a fiúk a szervizparkban ki tudták javítani, hisz megvolt a megfelelő mennyiségű pótalkatrészünk hozzá. Novemberben, amikor megrendeltük ezt a régi autót, akkor a Skoda gyár halogatott, hogy egy embernek a döntésére kell várni. A mai napig 11 régi karosszéria áll a Skoda gyárban, és a mai napig nem kaptunk választ arra, hogy legyártják-e vagy sem. Mi január 20-a környékén kaptuk az utolsó választ, hogy még mindig várnak a felső vezetés döntésére, akkor ez már nekünk késő volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy ne essünk a két szék közül a pad alá, vagy tehát a földre. Visszaülünk a Mitsubishibe, hisz a Mitsubishi ott állt a műhelyben 90%-osan, tehát szétszedtük, újraépítettük, felújítottuk, amit fel kellett, és beneveztünk a éves RC2-es bajnokságba. Tehát tulajdonképpen azért, mert a Skoda gyár nem gyártotta le a régi karosszériás Skodát, amihez megvolt a megfelelő mennyiségű pótalkatrészünk. És ezt nem lehetett volna máshonnan beszerezni a karosszériát, vagy csak onnan tőlük lehetett volna? Nézd, az autót ugye eladtuk decemberbe, hisz megvolt az ígéret, hogy ez az autó elkészül az első versenyig, de az ígéretből nem lett szerződés, és gyakorlatilag hoppon maradtunk a Skoda motorsport miatt. Mi ennek a tanulság, ennek a történetnek? Hogy érzed? Nézd. Mit tudtatok ebből tanulni, jövőre nézve? Soha nem bíz másba, csak hogyha van kezedbe szerződés. Most már gyakorlatilag a régi karosszériás Skodát nem is rendeltük meg, tehát azt le is mondtuk. Jelenleg ott tartunk, hogy azt gondolom, hogy több mint a fele pótalkatrészünket eladtuk már a régi Skodából. Az új Skodát lerendeltük, ami pontosan több mint egy fél év a legyártási ideje. Úgyhogy ebbe a szezonba, a 2020-as szezonban maximum az utolsó versenyen fogunk tudni elindulni a Nyíregyháza Rallyn, ami
magyar utolsó futama elméletileg a bajnokságnak. Akkor most RC2. Igen. Mitsubishivel. Mitsubishivel. Hát és cél a harmadik Európa bajnoki cím. Túl vagyunk két teszten az autóval. Ugye múlt héten kellett volna elindulnia a kamionnak. Az első futam az Azori-szigetekre, ami Murva verseny lett volna, de sajnos itt a koronavírus miatt ezt törölték, ezt a futamot. Múlt héten teszteltünk aszfalton is, az lenne a második futama a bajnokságnak, egy hónapra rá a Azori verseny után a Kanári-szigeteki verseny. Most az úgy néz, hogy esetleg, hogy lehet, hogy meg lesz a Kanári? Én most már nem bízok senkibe, se semmibe. Majd, igen, ha, igen, majd igen. Ha visszajöttél, majd akkor elmondod, igen, igen, meg volt. Igen, tehát hogyha ha kiírják, hogy igenis meg lesz tartva, akkor boldogok leszünk, ha meg nem, akkor nagyon borulátó vagyok, mert a Kanári-szigeteki verseny után 3 hétre lenne a lett harmadik futam. Kicsit borulátó, én szerintem nem csak én, hanem az egész akár magyar rali társadalomról beszélek, akár egész Európáról, hogy mikor zárjuk le ezt a mizériát, azt nem tudom, de hát fő az egészség, és tartsuk be a szabályokat, és minél előbb versenyezhessünk. Tehát, jó, éppen beszélünk se versenyről, felejtsük ezt a csúnya vírust. Annak idején ugye mondta azt, hogy idő kellett még a megszokdaskodát. A visszaszokás, vagy visszaállás, a Mitsubishi ez mennyire okozott problémát, vagy egyáltalán nem okozott problémát, olyan, mintha ki se szálltál volna belőle. Nézd, egy versenyző barátom, az érdekes, ő azt mondta, hogy az ő véleménye az, hogy gyorsabban fogok tudni menni ezzel a Mitsubishivel, azután, hogy az erőtös Skodával teljesítettem egy évet, és akkor én egy kicsit olyan bután, nem is bután, kétkedve fogadtam ezt a szólását, bár azt mondta, hogy jobban is fog fogyni a Mitsubishi, hisz nem tud annyit, nem bír annyit ki, mint egy erőtös Skoda. Majd az első, tehát ezen a murvás tesztünkön én magam lepődtem meg azt, hogy úristen, hogy lehet menni egy ilyen Mitsubishivel, hisz én sokkal jobban vigyáztam rá, mint amit most ezen a teszten kibírt és kapott, és vezetési stílusom is más lett egy picit, mint a egy évvel ezelőtti. És mondom, meglepődtem az, hogy úristen, mennyivel gyorsabban közlekedünk vele, mint amikor Európa bajnok lettem, vagy lettünk. Úgyhogy nem kopott semmit a... Sőt, inkább azt mondom, hogy fejlődtem én magam egy picit. Az aszfalton is én azt gondolom, hogy gyorsabban fogok tudni menni. Aztán, hogy fogja viselni az autó ezt a gyors... Akartam ezt a mondani, hogy az autó hogy fogja bírni. Meg lesz minden hozzá alkatrész, azonnal tudtok hozzányúlni, mindenünk bármi, van, minden megvan? Mindenünk van, az összes beállításunk megvan, amivel Európa bajnokok lettünk az adott versenyeken. Én azt gondolom, hogy ha meg lesznek tartva a versenyek, akkor jó eséllyel dobogósok leszünk. Aztán, hogy a melyik foka, én a legfelsőre pályázom, de hát ez egy technikai sport. Így van, és a sportban meg ugye sok minden előfordulhat. Igen, meglátjuk. Biztos lesznek megint ellenfelek, ugye megint csak nem tudjuk, hogy miben neveztünk be, hányan leszünk. Az biztos, hogy egy picit talán nehezebb lesz, mint az egy évvel ezelőtti dolog, hisz ebben a kategóriában értékelnek már másfajta autókat is, nem csak ezeket a szériákat. Porsche-kat, Fiat Abarth-okat, tehát egy kalap alá raktak egy pár kategóriát, ahol mondjuk aszfalton nem biztos, hogy meg tudom előzni őket. Miért de ne? Így kell. Súlylóerő, teljesítmény. Jó, de a reflexük nem olyan jó, mint a tiéd. Meglátjuk. Tehát van tapasztalatunk. Így van. Meglátjuk, hogy te vagy a bajnok. Voltam. Most
most szabadúszó vagyok. De csak egy év kényszerpálya ez az RC2, vagy... Kényszerpálya, tehát jön a Evo Skodánk, évvégére meg lesz. Na, igen? Igen, igen, tehát ez tény, tehát leültünk a szponzorokkal, és meg, tehát intézve van az új autó, csak ki kell várni, mire megjön. Tehát az meg pont a lezajlik szinte az egész bajnoki sorozat, mire megkapjuk a... És utána vissza akkor az elsőbe. Igen, 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 igen. Úgyhogy most azt kell mondom, kényszerpálya, de egy jó érzéssel tölt el ez a kényszerpálya, hisz nem érzem visszaülésnek, visszafejlődésnek ezt a Mitsubishit. Két teszten vagyok túl, és tehát füligérő szájjal szálltam ki. Milyen jó, hogy nem adtátok el? Valahol a sors pedig ezt el akartátok adni, igen, ha jól emlékszem. Igen, árultuk, de valahogy nem nyert el tetszését senkinek, nem tudom, hogy miért nem ment el. Most örülök, hogy nem ment el, hisz beleültem, és olyan élményt adott, amit a Skodából még nem tudtam kivenni. Uh-huh. Tehát beleültem, és rögtön az enyém volt az autó, igen, tudtam igen, azt, igen, hogy mi, hogyan, miért működik. A Skodában nem jutottam el idáig, az alatt az egy év alatt. A szaszabb időkkel. Igen, tehát egy év kevés volt ahhoz, hogy összeszokjak vele, igen, és úgy tudjak közlekedni vele, mint a Mitsubishivel jelenleg. Meglátjuk, hogy mennyi idő alatt... Kíváncsi, várjuk akkor. Én is, tehát... Mert most így aztán tényleg duplán izgalmas lesz az a futam, ahol az Érdi elindul, hiszen ugye kétszeres Erpa bajnokként, de már az RC1-ből visszaülve az RC2-ben, teljesen más tapasztalatokkal a hátod mögött, tehát most egy kicsikét úgy... Olvastam a RC honlapon, vannak sajtó megjelenések, és már most azt írják, hogy én visszatérek ebbe a bajnokságba, és hogy én leszek a mérce. Hisz, tehát vannak nyilatkozatok, azért látok már versenyzőket, oroszokat, talán egy portugál emberkét, és mindenkit én hozzám akarnak hasonlítani. Ez valahol jó érzéssel tölt el, de azért egy teher is, hisz tényleg mindenki majd minket szeretne megelőzni. Meglátjuk, hogy tényleg, hogy bírja a technika. Ennyire komolyan számon van tartva az Érdi tím akkor? Ebben a kategóriában igen. Az, hogy az RC1-be a jövőre meg fogjuk-e tudni tartani ezt a formát, azt majd meglátjuk. Jó, hát egyelőre nézzük meg a 2020-as évet. Kellett volna nagyon ez a következő éve Skodával, de nem szerettük volna azt a meglévő keretet, ami külön megvan az autóra, elbérelgetni, hogy elfoljon, igen, értelmetlenül. Én azt gondolom, hogy ez így a legértelmesebb, hogy itt van ez a Mitsubishi, beleülünk, teljesítjük ezt az évet, és... Hány magyar lesz most ebbe az RC2-be? Én úgy tudom, hallom, hogy egyre több magyar megy kifelé. Én úgy tudom, hogy egy másik magyar egység is fog indulni, de hát mondom, tehát még nem tudjuk azt, hogy mi beneveztünk be, tehát ez akkor derül ki, amikor kiadják a listát, és kiderül, hogy hányan leszünk a adott kategóriában. Meg hogy hány magyar lesz. Meg hogy hány akkor ezt nem keresett meg senki benneteket? Nem, nem. Tehát... Tanács, hogy bármiféle? Egy magyar pilóta ugyanilyen autóval indul, én úgy tudom, de nem volt megkeresés részükről, hogy tudunk-e valamiben segíteni, vagy kell-e segíteni. Szövetséggel? Ők segítenek, nem segítenek? Milyen a kapcsolat? Soha köztetek? Nem segítettek, tehát... Tehát nincs munkakapcsolat sem köztetek? Nincs. Mi a Magyar Szövetséggel annyi kapcsolatunk van, hogy amit muszáj befizetni, hogy megkapjuk a licenceket, azt befizetjük. Semmi nemű segítség soha nem volt a szövetség részéről az alatt a 10 év alatt, amit kint leversenyeztem. Persze büszkék az eredményeimre, de semmiféle megkeresés, támogatás. Évvégén meghívás díjkiosztóra, gálákra?
Hát ezt az eredményeink alapján muszájból meg kell tenniük, de... Ennyi. De semmi több. Uh-huh. Hát mégis magatoknak, magadért versenyzel. Pontosan, tehát... Én azt gondolom, hogy amit elért a mi családunk ebbe a sportba, az példaértékű. Van még más... ilyen egyébként magyar rallis család? Lehet, hogy van, de ezt most nem reklámoznám. Uh-huh. De ha szerte nézünk Európában, azért Spanyolországban a szövetség támogat pilótát, a cseheknél támogat pilótát, Hollandiába. Ezt Magyarországon is megtehetnék, de... Oldj meg magad. Igen. Tehát önerőből. Nem ez a szél fúj. A pályák ugyanazok lesznek, ahol két évvel ezelőtt versenyeztetek, vagy más pályák lesznek? Néztem a... mondjuk az első versenyt, ott egyeznének pályák, bár nem versenyeztem rajta, mert kiestünk elég gyorsan, de ugyanazok a pályák lennének. És a sorozatban, hogy milyen, tehát a sorozatban a versenyek azok egyeznek, de az, hogy milyen pályát jelölnek ki a rendezők, ez akkor derül ki, amikor kiadják a... De úgyis, ilyenkor újra kérni az itinert, főleg most, persze. Hogy most már... Azért nem csak Mitsubishi-n vezetsz, most már Skodás Mitsubishi-n vezetsz. Mert minden évről évre új itinereket írunk. Nem mondom azt, hogy az előtte lévő évit nem vesszük elő, és nézzük meg azt, hogy jó-e az, és módosítsunk rajta, vagy írjunk újat, de általában újat írunk. Általában újat írunk, hisz évről évre fejlődik az ember. És az itiner írása is fejlődik egy pilótának és egy navigátornak. Ki lesz a navigátorod ebben az évben? Ugyanúgy Kovács Szabolcsa válok neki az évnek, ahogy tavaly. Én azt gondolom, hogy jól összeszoktunk, ki is egészít, tehát hogyha valami kérdéses számomra, hogy milyen erősségük a nyar, akkor nem nagyon kell konzultálni. Sőt, oda kap a kormányhoz, beveszi helyet a kanyárt is. Azért nem, de segít rajta. Tehát ugye ez egy páros sport. Igen. És hogyha én hibázok, akkor ugyanúgy kiesünk, mint hogyha ő hibázik, és én rossz fele fordulok. Úgyhogy ezt egy ismerősöm válaszolt valakinek a kérdésére, hogy kell ezt megélni, ezt a rallit. Hát hogy küzdünk egymás életéért, tehát ez viccesen hangzik, de tényleg, és páros sport, és ha ő hibázik, akkor is baj van, ha én hibázok, akkor is baj van, úgyhogy egymásra számítunk. Én azt gondolom, hogyha nem számítanánk, és nem bíznánk egymásban 100%-ig, akkor nem tud az a páros gyorsan közlekedni. Ilyenkor, amikor van egy verseny hétvége, ilyenkor mindenhol együtt vagytok a navigátorod, együtt esztek? Természetesen. Tehát úgy igen, mindent igen. Együtt? Mindent együtt. Tehát egy szobában lakunk, tehát ott szinte 0-24-ben együtt vagyunk. 0-24-ben együtt. Én azt gondolom, ennek a sportnak a legnehezebb része amúgy a pályabejárás, amikor van, hogy egy nap 13-14 órát is bennülsz az autóba reggeltől estig. Szinte nincs időd enni se, tehát nagyon-nagyon be van osztva az idő. Ez is egy érdekes dolog. A jelenlegi felállás szerint ez olyan 5 nap alatt zajlódik le egy verseny. Ez 2 nap pályabejárás, 2 nap a verseny, és 1 nap telik el a rajtszeremóniával, a shakedown-nal, a rajthely osztás, stb. Igen. És ezen az FIA szeretett volna változtatni, hogy milyen jó lenne nekünk ezt 4 napba zsugorítani, amikor így is 13 órát ülünk a pályabejáráson az autóba, a versenynapokon meg reggeltől estig megyünk. Igen. Tehát nem tudom, hogy honnan szeretne elvenni. És erre jött egy körlevél a versenyzőknek az összekötőjétől, hogy ezt szeretné az FIA is, hogy írjunk már a véleményt, hogy mi a véleményünk. Igen. Ezzel kapcsolatban. Hát és gyakorlatilag az összes Európa bajnoki sorozatban lévő csapatok és versenyzők egyöntetűen kérték az FIA-t, hogy
térjenek már magukhoz, ezt nem lehet lerövidíteni. És idénre ezt törölték, ezt a De ezt a még nem vetették el. De nem vetették el, tehát lehet, hogy jövőre beszeretnék vezetni ezt a 4 napos verseny lebonyolítást. Nem tudom, hogy ez hogy lehetne, de meg kíváncsian várjuk. Azt teljesítjük, amit kiírnak nekünk, de ezzel kapcsolatban borulátó vagyok. Másnak is azt kell csinálnia. Igen. Ennyi. Igen, igen. Egy jó katona vagy, jó harcos, mész is megcsinálod. Meglátjuk. Várod már nagyon a versenyt. Várom is, ugye, hogy ez így tolódik, és bizonytalan az egész sorozat. Ez egy versenyző számára nagyon rossz, hogy otthon ül, fel van készülve. Nekünk például a pénteken közölték, hogy elmarad a verseny, és vasárnap indult volna a kamion. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon az utolsó pillanatban. Nem tehát tudom, nagyon bele is sértétebb magatokat. Bele, persze. Teljesen fel voltunk készülve, igen, mindenre, bepakolva, szinte a bőröndök már a helyén. Úgyhogy rossz érzés, hogy nem mehetünk, de hát elfogadjuk, és próbáljuk betartani. Bízunk benne, hogy ez a vírus gyorsan végigszalad, és utána gyorsan is felejtjük. Így legyen, mert egyelőre az első 3 versenyünk lobog. Tehát az első versenyt már kiírták, hogy szeptemberben lesz megtartva. Na, uh-huh. Arra van pót időpont. Nekünk ebbe az RC2-be a 8 versenyből csak 4-et értékelnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mi sorozatunk az valahogy értékelve lesz. Tehát 4 meg lesz mindenképpen. Én azt gondolom, hogy 4 meg lesz tartva, abból lehet elméletileg Európa-bajnokságot nyerni. Nekünk legutoljára 5-ből sikerült. Meglátjuk. Itthon továbbra sem látunk egy versenyen se? De talán fognak. Tehát a Nyíregyháza Rally az magyar verseny lesz. Tavaly is azt mondtam, hogy nem fognak látni, és indultunk 2 OB futamon. Most jelenleg nem nincs tervbevéve. Most már most ugye eléggé. Igen, nincs tervbevéve ez a. Ez de most nem is nagyon lehet, mert zavaros egy kicsit most ugye minden a vírus miatt, hogy igen, mikor lesz. Igen, és hogyha megjön az új autó, akkor lehet, hogy a tesztelési szándékkal egy OB futamon elindulunk. De ez is hát szeptember végére ígérték az autót, de hogy ha itt most kiesik évelején a gyártás, igen, akkor lehet, hogy ez is tolódik, és lehet, hogy nem lesz meg. Tehát jelenleg olyan kételyek vannak, ami még nagyon homályosabb. Egy a lényeg, Mitsubishi megvan? Megvan. Üzemképes. Fel van készítve, várjuk a következő versenyt. Jelenleg murvás setup-pal van elkészítve, a következő verseny aszfalt lesz, de nem nyúlunk hozzá, mert borulátó vagyok. A harmadik meg megint murva lesz, úgyhogy várjuk a fejleményeket, hogy mikor indulhatunk. Mi rajta kész vagyunk. Elárulod, hogy csemetéd megy ki külföldre, követ, vagy marad itthon a feleségeddel? Ő már fél évvel ezelőtt ment volna, amikor abba hagytuk a szezont. Ő már akkor szeretett volna, ő neki a kedvenc verseny a Kanári-szigetek. Mert kinek? A kislányomnak kedvenc verseny a Kanári-szigetek, igen, és ő mindig azt kérdezte télen is, hogy mikor megyünk már a Kanári-szigetekre versenyezni. Tehát meg van erősen fertőzve, nagyon várja, ugyanúgy, mint az apukája, meg az egész család, és szeretnénk versenyezni, hogyha minden adott lesz hozzá, hogy versenyezhessünk. Viszont akkor vigyázzod ki, hogyha rosszul szerepelsz, mert akkor oda csap a kislány. Nem hiszem, de már büszkén mondta a óvodába, hogy az ő apukája autóversenyző. Van neki is csapatruházata. Most legutoljára a murvás tesztünk után abba kellett menni az óvodába, és ott büszkén mesélte, hogy az ő apukája autóversenyző, úgyhogy... És ő is az lesz, az akar lenni? Egyelőre ugyanúgy van, mint én, hogy nem szeretne. Tehát a autóba ülni nem szeretne, pedig próbálkoztam vele, de nem, még egyelőre nem. Ne is. Nézze csak, labdázom, játszom, ami jól esik. Egyelőre legyen gyerek.
Így van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor elárultad ezeket a titkokat, hogy miért nem RC1-ben indulsz, miért kell RC2-ben indulni, ahol viszont bajnokként. Most két bajnok lesz tulajdonképpen. Meglátjuk, hogy... Mert ugye hát te bajnokként szálltál ki belőle, van most egy aktuális bajnok, de hát viszont egyébként nem vertek meg, tehát a bajnokként jötték ki, úgyhogy most két bajnoka is lesz akkor az RC2-nek. Meglátjuk, hogy az aktuális bajnok elindul ebbe a sorozatba. Tudom, minden majd akkor derül ki, amikor a listát megkaptátok. Pontosan, a listából mindenki fog derülni. Köszönöm szépen, itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.